Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé a világ halad? Nem vagyunk elégedettek? És mi baj van a világ haladásával? Türelmetlenség. Szeretet hiány. Szeretet hiány, türelmetlenség. Lehetne jobb irányba? Kizsákmányolás. Aha. Hazugság. És gondolkoztatok már azon, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. Tehát gondolkoztatok már azon, hogy mi lesz akkor, hogyha ebbe az irányba halad tovább a világ? Semmi jó. Semmi jó? Csukjuk be, hajtsuk már be ezt az ajtót, jó? Mert... Szia! Köszönöm szépen. Túlságosan bejön kintről a hang. Hát, gondoljátok végig, hogy mióta tudod, szokták ezt mondani, az eszedet? Amióta az eszemet tudom, ugye ezt szokták mondani. Na most akkor nézd meg, amióta te az eszedet tudod. Jobb állapotban vannak általánosságban az emberek, vagy rosszabb állapotban? Egyre rosszabban. Tehát a hangulatuk az, az embereknek jobb, vagy rosszabb? Rosszabb. Aha. No, ezzel kapcsolatban egy gondolat. Régen mit csináltak a gyerekek? Azt csinálták, hogy játszottak egymással. Tehát úgy játszottak egymással, hogy valami olyan játékot, amit együtt lehet játszani. Oké? Mit tudom én, fogócska, bujócska, foci, stb. Stb. Tehát lényeg az, hogy valami olyat, amit együtt lehet játszani. Tehát valaki, aki ilyen korszakban nőtt föl, az azt a mintát látta, vagy azt tanulta el, mindegy későbbiek során, hogy ha az ember jól akarja magát érezni, akkor másokkal együtt valamit csinálnak közösen, és valami olyasmit csinálnak, ami által jól érzik magukat. Ezt gyerekkorban játéknak nevezték, és ez a játék élmény, hogy együttműködve játszunk, ez azokban valamilyen szinten megmaradt, akik így nőttek föl. És akkor lett egy új technikai vívmány, illetve egy csomó új technikai vívmány, ugye, és főleg úgy, ez ugye 80-as évektől indultak el ezek a technikai vívmányok, elsősorban olyan, hogy számítógép, és a szülők mondjuk vettek számítógépet mondjuk a gyereknek, mondjuk a 90-es években, mondjuk a 90-es évek első felében, és a gyereknek akár vettek hozzá játékot, számítógépes játékot, sőt ugye a Windows az már tartalmazott is mindig egy pár számítógépes játékot, és a gyerek elkezdett játszani a számítógépes játékkal. Tehát nem egymással játszottak, kitaláltak valami olyan játékot, amihez nem kellett semmi,
Jó, a labdához kell, a focizáshoz kell mondjuk egy labda. Tehát, hogyha valakinek nem volt labdája, akkor nem tudott focizni. Ugye a gyerekkoromban, még én gyerekkoromban én ezt megéltem, hogy nem mindenkinek volt labdája, sőt foci labdája nem. Gumilabdával meg nem lehetett sokáig focizni, mert az hamar kidúrant. És ugye foci labdája nem sok embernek volt, tehát talán inkább úgy mondanám, hogy onnan kezdődik ez a dolog, hogy már a focinál már kellett venni valamit, egy eszközt, amivel lehet játszani. Előtte a gyerekek csak úgy játszottak, hogy semmi eszközt nem kellett venni a szülőknek, és a gyerekek mégis tudtak egymással játszani. Kezdődött tehát a focival, hogy kellett egy eszköz, hogy tudjanak együtt játszani. Majd folytatódott a számítógéppel, ami azt jelenti, hogy a szülők vettek számítógépet a gyereknek, és a gyerek elkezdett játszani a számítógéppel, ahelyett, hogy mondjuk egymással játszottak volna eszköz nélkül. Tehát a gyerek kiskorától már azt a mintát látta, hogy ahhoz, hogy ő szórakozzon, jól érezze magát a bőrében, játszon, ahhoz kell valami külső eszköz, amit pénzért kell megvenni. Régen a gyerekeknél ilyen nem volt. Na most, ha egy gyerek gyerekkorban azt tapasztalja, hogy ahhoz, hogy jól érezze magam, pénzre van szükség, és venni kell valamit, akkor nehogy valaki azt gondolja, hogy felnőttként nem így fog gondolkodni. Vagy ha valaki azt gondolja, hogy felnőttként nem így fog gondolkodni, akkor ez az illető nagy tévedésben él. Tehát gyerekkorban egy gyerek megtanulja azt, vagy azt a mintát látja, hogy minden szórakozáshoz pénzre van szükség, és ezt meg kell venni, akkor felnőttként ilyen életet fog élni. Na most akkor nézd magadba! Ha te egy olyan vagy, akinek már vettek ahhoz eszközöket gyerekként, hogy te játszani tudjál. Tehát én nekem például focim, hát nem is volt. Nem vettek a szüleim. Tehát ha fociztunk, akkor az vagy gumilabda volt, ami egy idő után kipukkant, hát vagy valakinek volt focia. Tehát nekem nem is tudom, mikor volt először focim, de hogy már nagy voltam, az biztos. Na szóval lényeg az, hogy eljutottunk egy olyan társadalomba, hogy ha valaki jól akarja érezni magát, akkor pénzt ad ki, hogy szórakoztassák, vagy hogy vegyen valamit, ami úgy gondolja, hogy majd az szórakoztatja őt. Tehát már a társas játékok is arról szóltak, tehát a szó szerint társasjátékról beszélek, tehát egy szó szerint, hogy meg kellett venni, és akkor tudnak játszani. Ha megvan véve, az a szórakoztató eszköz. Ideértve a sakkot is, meg ideértve a kártyát is. Régen a gyerekeknek nem volt sakkjuk. Nem volt kártyájuk, nem az én időmben már volt, hanem az előtt. Tehát már az én időmben társas játékok részben megvett játékok voltak. Megvett dolgok, megvett eszközök.
Na most ezt miért mondom? Mert ha te esetleg olyan ember vagy, hogy ahhoz, hogy jól érezd magad, neked pénzt kell kiadnod, akkor tudd, hogy ez honnan származik. A gyerekkorodból származik. A gyerekkorodban ezt a mintát élted meg, már kicsiként az első 7 éves korodban. Vagy ezt tanultad 7 és 14 éves kor között. Ugye általában 14 éves korig játszanak a gyerekek. Utána már nem annyira jellemző, utána már inkább ilyen útkeresése jellemző, meg az ellenkező nem keresése jellemző. Na most ezt miért mondom? Mert ma az emberek nagy része komoly összegeket fizet ki azért, hogy ne legyen rossz hangulatú, hanem jó hangulatú legyen. Vagy jobb hangulatú, csak ezekkel az a baj, hogy csak addig lesz jó hangulatú, amíg azt csinálja. És mondok egy példát. Mit tudom én, valaki elmegy mondjuk nyaralni, mit tudom én, külföldre, mondjuk Egyiptomba, mert hogy mit tudom én, van neki egy olyan munkája, amiből ki akar kapcsolódni, amit nem élvez. És mondjuk egy hétre elmegy Egyiptomba. Csak az az egy hét, az így eltelik ám. És utána jönnek a szürke hétköznapok. De mondjuk kifizet rá mondjuk 200 ezer forintot. Legalább úgy tokkal vonulva. Tehát magyarul 200 ezer forint kellett neki ahhoz, hogy jól érezze magát egy hétig. Érted? Tehát azért dolgozott egy hónapot, ha mondjuk keres 200 ezer forintot, hogy egy hétig jól érezze magát. Érted? És akkor még nem élt. Tehát úgy nem élt, hogy még akkor többi hónapot azért kellett dolgozni, hogy megéljen. Na mindegy, szóval egy olyan világban élünk, ahol az emberek mintha nem gondolkodnának. Mintha nem jönnének rá arra, hogy hova halad a világ. Mintha nem jönnének rá arra, hogy egy az egyben arról szól a világ, hogy belőled minél több pénzt kihúzzanak. Kiszedjenek. Érted? Tehát, hogy gyakorlatilag te azért dolgozz, hogy egy bizonyos szűk réteg a világban gazdagodjon. Még jobban gazdagodjon. Érted? Mert nem kell majd nekik gazdagodni, mert gazdagok, hanem hogy még jobban gazdagodjanak. Tehát, mintha az emberek nem gondolkodnának, és természetes dolognak vennék azt, hogy hát más is így csinálja. Hát persze, hogy más is így csinálja. Mert neki is ilyen gyerekkora volt. Neki is olyan gyerekkora volt, hogy már eszközöket kellett ahhoz venni, hogy játszanak. Érted, hogy jól érezzék magukat. Talán az előző generáció az, amelyik még nem kapott semmi eszközt ahhoz, hogy játszanak gyerekkorba. Az én generációm már részben kapott. Az utánam következő generáció már minden játékjához szinte eszközt kapott. A legújabbról meg nem is beszélve. Tehát ugye, mi az én generációm? Ha jól tudom, jól számolom, ugye 42-től 67-ig. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem. 43-tól. 43-tól 67-ig. Tehát 3, 4, 5, 6, 7. Igen. 43-tól 67-ig.
Tehát ez az én generációm. Tehát aki előtte született, 43 előtt, azért valószínűleg nem kapott eszközt ahhoz, hogy ők játszanak gyerekkorba. A vidékiek biztos, hogy nem. Én már tehát részben kaptam, az én generációm. A következő generáció még inkább. Ugye a következő generáció az 92-ig volt. És 93-tól van a, megint egy újabb generáció. És nem tudom, tudjátok-e, hogy a legújabb generáció az, ha jól számolom, 2018-tól van. Hát 2018-tól. Az a legeslegújabb generáció. Tehát a szülők gyakorlatilag elrontják a gyerekeiket azzal, hogy a gyereknek eszközöket vásárolnak, hogy a gyerek játszon. Érted? És a játékok is, az effektíve fizikai játékokról beszélek. Tehát a megvásárolt fizikai játékokról. Az mind eszköz arra, hogy a gyerek játszon. Régen nem voltak játékok. Az én generációmban voltak, előtte nem voltak játékok. De nem volt olyan, hogy mit tudom én, kis vonat, nem volt olyan, hogy kis autó, vagy baba, vagy ilyesmi. Hát ha volt baba, akkor csutkából volt csinálva. Kukorica csutkából. Érted? Ha volt labda, akkor meg rongyból összegyúrták. Ezt összekötötték, rongylabda. Satöbbi, satöbbi. Na most nem az a baj, hogy a szülő ilyeneket vesz, hanem tudod mi a baj? Hogy a gyerek egyszerűen azt fogja hinni, hogy ahhoz, hogy az életben jól érezzem magam, a bőrömben, ahhoz venni kell dolgokat. És egész életében azért fog dolgozni, érted? Hogy jól érezze magát. Közben az, hogy jól érezze magát az ember, az nem pénzbe kerül. Hanem az, az egy belső dolog, hogy az ember jól érzi magát a bőrében. Tehát eleve ott kezdődik, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. De mutatom. Kicsit előre szaladunk. Hát ott kezdődne, hogy az ember tudjon bánni önmagával, nem? Hát az ember nem tud bánni önmagával, akkor sok-sok hibát fog véteni. És rengeteg problémát generál magának és másoknak. De az is fontos, hogyha az embernek majd lesz párja, akkor a párjával jól bánjon, tehát az ellenkező nemmel jól tudjon bánni. Hát ha az ember a párjával nem jól bánik, akkor abból válás lesz. Na, akkor egy kezeket fel. Ki az, aki már elvált itt a terembe? Várja, megnézzük. Várjatok, tartsátok fenn a kezeteket, azt mondja, hogy megnézem az arányt, jó? Várják, ki, még egyszer kezek? Na, körülbelül fele. Tehát a fele. A fele elvált, fele nem. Elég siralmas statisztika, én meg azt mondom. Országos szinten mennyi? Az azt jelenti, hogy itt a teremben, aki van, minden második ember elvált. Ami azt jelenti, hogy minden második ember
Jó, de csináljunk egy újabb felmérést. Ki az, aki volt házas? Nem. Ki az, aki nem volt még házas? Ó, akkor már mondom is, hogy a többség elvált. Tehát már akkor a többség elvált. Tehát több mint fele az itt lévőknek elvált. Akkor biztos szuperül bántatok a párotokkal. Nem? Hát ha szuperül bántatok volna a párotokkal, nem váltatok volna el. Nem? Tehát az embernek fontos lenne, hogy jól bánjon a saját párjával. Na most, ki az, aki vidáman, boldogan, anyagi jólétben szállt ki a párkapcsolatából? Ezt tegye már fel a kezét. Ennyire nem kellene tolongani. Oké. Na, hát akkor ez valahogy nem működik, ugye ez? Tehát mondhatjuk ezt, hogy nem éri meg elválni. Mert nem hoz boldogságot elvál az ember, nem hoz anyagi jólétet, tehát semmi. Semmi előnye nincs a dolognak. Jobb lenne, hogyha az ember tudna bánni azzal a másik személlyel, nem? Na nézzük a következőt. Hát az, hogy a szüleivel jól tudjon az ember bánni, hát ez is fontos kérdés, mert elég közelű rokonok, nem? Akik megszerkesztettek minket, legalábbis a testünket. De az is fontos, hogy az embernek, ha van gyereke, kinek van gyereke, gyerek? Oké, többség, oké. Fontos, hogy jól bánjunk a gyerekeinkkel, nem? Az is, hogy más emberekkel jól bánjunk. Szerintem az is fontos kérdés, nem? Az is, hogy a munkánkkal jól tudjunk bánni. Nem így van? De az is fontos, hogy a pénzzel jól tudjunk bánni. Éppen most van ilyen pénzteremtő coach képzésünk. De az ember ne gűrszüljön a pénzért, hanem teremtse. Az is fontos, hogy környezeteddel jól tudjál bánni. Meg természetesen az is, hogy a hatóságokkal. De ezeken túlmenően, itt az íra a pontot tegyük föl azzal, hogy a teremtőddel jól bánjál. Tehát ugye ez 10 életterület. Ha egy ember jó állapotban van, akkor ezzel a 10 életterülettel könnyebben, jobban tud bánni, mint ha nincs jó állapotban. Tehát az, hogy az ember jó állapotban legyen, befolyásolja azt is, hogy ha jobb állapotban vagyunk, akkor ezekkel a területekkel jobban bánunk, minél jobban vagyunk, annál jobban bánunk, minél rosszabbul, annál kevésbé. Na most gondoljátok végig, ha egy ember nem tud önmagában jól lenni. Nem tud önmagában jól lenni. Mert gyerekkortól azt látja, hogy jól érezzem magam a bőrömbe, az anyagi szükséglet kell, és venni kell valamit, vagy hozzá kell jutni valamihez pénzzel fizetve, hogy jól érezze magát az ember. Na most akkor ez egy ilyen ördögi kör, ha jobban végig gondoljátok. Hát azért ördögi kör, mert ugye azt a mintát követi, hogy kell külső eszköz, de soha nem lesz a legtöbb embernek annyi külső eszköz, hogy állandóan tudjon annyit vásárolni, hogy jól érezze magát. Még ha lenne annyi eszköze sem, hát nézze a gazdagokra, hát én nem látom, hogy boldogok lennének. Pedig ők aztán tényleg mindent meg tudtak venni, vagy nézd meg a gazdagok gyerekeit, akik az ég adta világon mindent megkapnak, mégis nagyobb arányban drogosok, mint az átlagember.
a gazdag szülők gyerekei nagyobb arányban drogosak, mint az átlag szülők gyerekei. Ami azt jelenti, hogy hát akkor valami nem stimmel ezzel a dologgal, sőt, ha ezt vesszük, akkor, akkor ez egy ilyen lefelé mozgó spirál inkább. Tehát minél inkább azt gondolja az ember, hogy anyagi jólét kell ahhoz, és sok pénz kell ahhoz, hogy jól érezzem magam, annál rosszabb és rosszabb állapotban leszek. Mert a bizonyítékok ezt mutatják. Hát, ha nem hiszi el valaki, akkor nézze meg azokat az embereket, akik szegények. Magyarországon menj el mondjuk egy cigánytelepre, és azt látod, hogy sokkal boldogabbak az emberek a cigánytelepen, mint a fehérek a nem cigánytelepen. Honnan tudom ezt? Az egyik komám, az roma. Érted? És néha találkozunk velük, és voltunk náluk. Ők cigánytelepen laknak. És én azt láttam, hogy ott nem csak ők, hanem a környezetükben lévő hason emberek is boldogabbak, pedig hát nem gazdag egy se. Mert ugye a gazdagabb cigányok azok kiköltöztek a cigánytelepről. Tehát lényeg az, hogyha ez nem elég, akkor kimész külföldre egy szegény országba, és megnézed, hogy boldogabbak az emberek, mint itthon például. Na most, ha az ember rájönne dolgokra, amire a legtöbb ember azért nem jön rá, mert nem lát jó mintát. Sőt, a jó minta az olyan, hogy hülye vagy te, tudod. A jó mintára azt mondják, hogy apám, te hülye vagy. Miért? Mert a jó minta az kilóg a sorból, tudod. És az olyan, mint a Baromfi udvarba a kopasznyakú tyúk. Akkor a tollas nyakú kicsipkedik a kopasznyakút. Ő az egyetlen kopasznyakú. Tehát, hogyha te elkezded a jól csinálni az életedet, akkor a legtöbb ember az hülyének fog nézni. Miért nem találkozol ilyennel, hogy egyre jobban kezeled az életedet, és mások hülyének néznek? Jó, én ebben nem nagyon foglalkozok, megmondom őszintén. De én azt látom, hogy sokat számít, hogy mit mond a környezete. Engem sose érdekelt, hogy a környezetem mit mond. Sose. Tudod, mikor érdekelt? Én ezt már 20 évesen megmondtam, majd akkor érdekel, hogy mit mond mondjuk a szomszéd, ha ő tart el engem. És ez a gondolkodásom, ez bennem volt kezdetektől. Pedig én ezt nem hallottam a szüleimtől, sose. De senkitől. Valahogy én úgy voltam, hogy képesebb voltam egy kicsit gondolkodni az életben, mint úgy az átlag. Tehát engem érdekelt mindig, hogy hát mi miért történik. Nem tudom, téged mennyire érdekelnek azok, hogy mi miért van úgy, ahogy van. Hát most gondolj bele, tehát élő példák. Minél többet megy valaki olyan dolgokra jól érezni magát, ahol egyre többet és többet költ, hát nem látod, hogy egyre boldogabb és boldogabb lenne. Tehát mintha pont az ellenkezőjét látnád, nem? De az emberek mennek. Tehát nézd meg, soha ennyien nyaralni nem mentek, mint az idén.
soha Magyarországon. A hazai turizmus, ami azt jelenti, hogy mondjuk a szállodák, nem a külföldiekkel volt tele, hanem a magyarokkal. De ezt én biztosan veszem, hogy ha mondjuk valaki most külföldön hallgat engem, akkor az ottani országokban is ugyanezt el tudja mondani. Tehát az emberek azok lassan arra keresnek, hogy szórakoztassák őket. Nem? Tehát egy olyan világot élünk, ahol soha nem látott szórakoztatás van. Tehát soha nem látott szórakoztatás. Tehát Magyarország a fesztiválok országa. Tehát egyfőre esően Európában sehol nincs annyi fesztivál, mint nálunk. És az emberek mégsem boldogok. Na most, ha az emberek milyenek, az mindenkinek a saját dolga. De az, hogy te milyen vagy, az a te dolgod, nem? Tehát ha valaki hülye, akkor legyen hülye. Érted? Csak ne kövesd a hülyét. Ha az emberek többsége hülye, mondjuk, akkor legyen ő dolguk. Mit jelent a hülye, hogy ne értsük félre? Tudatlan. Jó? Azt jelenti, hogy tudatlan. Bár az ő szemükben lehet, hogy én vagyok a tudatlan, mert én nem foglalkozom a napi politikával, meg a napi hírekkel. Ők meg foglalkoznak. Tehát, hogyha mondjuk a napi hírekről, vagy a napi politikával akar valaki velem kommunikálni, akkor nem tud, mert én abban, hála Istennek, nincsenek információi. Tehát az ő szemükben én vagyok a tudatlan. Sőt, a sporteseményekkel se foglalkozok. Tehát ha valaki ezzel kapcsolatban akar kommunikálni, azt se tudom, mert azzal se foglalkozok. Tehát az ő szemükben én tudatlan vagyok. Aha, csak akkor megkérdezem azt, hogy amennyi időt ők eltöltenek azzal, hogy hozzájussanak ezek az információkhoz, mondjuk a sport információkhoz, vagy a politikai információkhoz, vagy esetlegesen a, hogy kivel mi történt a világban, akár a celebekkel, vagy bármivel kapcsolatban, neki az milyen pozitív hatással van az életére. Bármelyik. Hát ugye egy celebben mi történt, az milyen pozitív hatással van az életére. Hogyha valakit megöltek, akkor az milyen pozitív hatással van az ő életére. Vagy hogy melyik politikus éppen melyiket szidott, az milyen pozitív hatással van az életére. Vagy hogy nyerte a csapata, vagy veszített, főleg ha veszített, mert például mondjuk a legtöbb sportban sajnos Magyarország az nem nyer. Vannak sportok, amiben nyerünk, de a legtöbben nem. Most onnantól kezdve az sem elsősorban pozitív. Én olyan dologgal foglalkozom, ami pozitívan hat az életemre. És nem olyan dolgokkal, ami nem tud pozitívan hatni az életemre. Most ha az ember olyan dolgokkal foglalkozik, ami pozitívan tud az életére hatni, akkor kevésbé lesz rossz állapotú. Ez gondolom elég logikus, nem? Ha az ember olyan dolgokkal foglalkozik, ami semmilyen hatással nincs az életedbe,
életedre, akkor az mitől hozna jobb állapotba? Na most, ha az ember olyan dolgokkal foglalkozik, vagy olyan dolgokkal is foglalkozik, ami negatív hatással van, mint információ az életedre, akkor az hogy okoz pozitív hatást? Persze én megértem, hogy az emberek hallgatják a sok hülyeséget, vagy nézik a sok hülyeséget a médián keresztül, vagy egymástól hallgatják a sok baromságot, és utána pénzt kell kiadniuk, hogy jól érezzék magukat a bőrükben. Hát persze, hát a hatalom ezt akarja, hogy ez így legyen. A hatalom azt akarja, hogy te neked minél több marad, minél kevesebb maradjon abból, amit havonta keresel. Tehát ez az újkori, a modernkori rabszolgatartó társadalom, érted? Ez a modernkori. Ahol az emberek nem is tudják, hogy gyakorlatilag teljes egészében, mint egy rabszolga ki van használva. Dolgozik, 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 és igazából nem magának dolgozik, hanem másnak. Érted? Tehát, hogyha csinálsz egy számvetést avval kapcsolatban, egy pontos számvetést, vagy viszonylag pontos számvetést tudsz csinálni, hogy a bruttód bruttója mennyi, ugye tudod, hogy van egy ilyen, neked van egy bruttód, és a bruttódnak van egy bruttója. Tessék? Tehát a bruttód bruttója az azt jelenti, amit a bruttód után befizetsz, befizetnek az államkasszába még. A munkaadó, persze. Tehát amit be kell még az államkasszába fizetni, a bruttódon felül, az a bruttód bruttója. Hát az körülbelül akkora összeg, mint amit te készhez kapsz. Tehát amit te készhez kapsz, körülbelül még annyit befizet az állam. Tehát az a bruttód bruttója, tehát a te bruttódhoz, oké? Még adjál hozzá úgy, hogy kijöjjön, hogy megnézed mennyi a nettód, és annak a duplája az, amihez nem jutsz hozzá. Érted? Na most, ha ezt megnézed, akkor utána nézd meg, hogyha bármit, szinte bármit vásárolsz, azután adókat fizetsz. Például, mit tudom én, mondjuk, ha közlekedsz, mondjuk tömegközlekedéssel, akkor annak a jegyárnak egy nagy része, az például az üzemanyag jövedéki adója, plusz, mit tudom én, a vállalatnak a különböző költsége, stb. Stb. Tehát gyakorlatilag, mit tudom én, ha utazol, annak egy jó része elmegy olyan költségre annak a jegyárnak, ami bevándorol egy olyan helyre, ami a gazdagokat gazdagítja. Akkor ha megnézed, minden után fizet szinte áfát, kivétel egy pár szolgáltatás. Akkor azon kívül mindenféle ilyen-olyan adófizetésed van. Például ebben a kerületben, hogyha mit tudom én mondjuk, valakinek teremgarázsa van, akkor a teremgarázs után fizetni kell adót. Ingatlan adót. Na most lényeg az, hogy ha megnéznéd ezeket a dolgokat, akkor rájönnél, hogy a nettó fizetésednek körülbelül a felével rendelkezel. A többi az adó, meg egyéb ilyen elvonás. Érted? Tehát körülbelül a nettó fizetésednek a felét tudod ténylegesen magadra költeni. Tehát ami azt jelenti, hogy az összkeresetednek, nem a nettód, hanem a bruttó-bruttójának, körülbelül a 75%-ával nem te rendelkezel.
És úgy körülbelül 25%-ával rendelkezelte. Na most, ha valaki erre azt mondja, hogy ez nem rabszolgatartás, akkor micsoda? Tehát a rabszolgák, azok a rabszolgatartótól kaptak szállást. Te az államtól kapsz szállást? Vagy a munkaadótól kapsz szállást? Hát nem sokan, az államtól már senki, kivétel a kormánytisztségviselők. Érted? A munkaadótól nem sokan kapnak szállást. Ingyen, most ingyen. Ingyenről beszélek. Na most, ugye ő kapott kvártét és kosztot, tehát lakhatást is, meg kosztot is. Neked az állam ad, vagy a munkaadód ad kosztot? Nem, pénzt ad. Oké. Okay. Amiből lenne egy negyede igazából a tied. És akkor jobban megnézed, akkor azt látod, hogy egy olyan világban élünk, ahol minden arról szól, hogy belőled minél többet kiszedjenek, neked minél kevesebb maradjon, és lehetőleg minél boldogtalanabb legyél. És ez a helyzet, mondjuk az elmúlt 40 vagy 50 évben, mire visszaemlékszek, mondjuk 50 évre, nem javult, hanem romlott. Hát ez a helyzet romlott. Tehát egy olyan világban élünk, ahol folyamatos romlás van, ugye minek köszönhetően? Na nézzük meg. Tehát, bizonyára látod, hogy ezen a bolygón van jó, és van rossz. Vannak jó emberek is, meg gonoszok is, nem? Ezt látod. Lehet érzékelni azt, hogy vannak jól helyesen cselekvő emberek, vannak helytelenül cselekvő emberek. Vannak olyan dolgok, amiről tudhatod azt, hogy az helyes, vagy tudhatod azt, hogy helytelen, nem? Hát elég jól megkülönböztethető ezen a bolygón, hogy igazából mi a jó és mi a rossz, nem? Hát mit tudom én mondjuk, hogyha valaki tesz veled valami olyat, amiben jól érzed magad, akkor az jó, nem? Vagy ha te teszel valami olyat másnak, amiben ő jól érzi magát, akkor az jó neki, nem? És akkor neked se rossz. Ha az ellenkezőjét csináljátok, akkor ugye az rossz és nem jó. Tehát elég jól megkülönböztethető, hogy mi a jó és mi a rossz. Na most akkor nézzünk bele egy kicsit magunkba. Ugye alapvetően, ha jobban nem megyünk bele az emberbe, akkor az ember az két részből áll. Alapvetően. Tehát van egy testünk, amit élő világ órán, vagy később biológia órán, ugye tanultuk, hogy milyen a felépítése. És van ebben a testben egy másik, amiről már nem tanultunk. Valahogy kimaradt az élő világból, meg a biológia oktatásból. Hát, hogy miért értelmes az ember? Ez valahogy kimaradt. Tehát ugyanúgy van teste egy állatnak, mint nekünk, a majomnak leginkább hasonló, de az mégse értelmes, mi meg értelmesek vagyunk. Mert ugye bennünk van egy olyan értelmes energia, amit úgy hívnak, hogy lélek, ami ilyen formában nincs jelen más élőlényben itt a bolygón. Tehát olyan, hogy életenergia, az minden élőlényben létezik. Oké? De olyan formája, amelyik értelmes életenergia, amit úgy hívnak, hogy lélek, csak bennünk van. Na most, tehát itt vagyunk mi emberek, és van bennünk lélek. És ez a lélek,
Ez ugye belénk lett költöztetve akkor, mikor megszülettünk. Tehát mikor az első levegőt vette az ember, akkor beleköltözött a lélek. Amikor valaki meghal, akkor meg kileheli a lelkét. Az utolsó lélegzettel kileheli a lelkét, ez egyébként mérhető is. Na szóval lényeg az, hogy mi ilyenek lények vagyunk, aki ilyen kettős funkciós, kettős működésű lények. És itt vagyunk ezen a bolygón, és éljük azt az életet, amit mások élnek. Mert te nem a saját életedet éled, vagy a legtöbb ember nem a saját életét éli, az biztos. Tehát azt éli, amit lát a többiektől. Nem? Miért nem így van? Na, akkor nézzük meg. Kinek van valamilyen foglalkozása, vagy volt valamilyen foglalkozása valaha? Aha. És azt a foglalkozást, amit űztél, azt a világon még szerinted hányan csinálták? Jó. Akkor kérdezem én, azt a foglalkozást, amit én csinálok, amit én hoztam létre, az rajtam és rajtatok kívül még ki csinálja a bolygón? Senki. Nem? Na akkor te kinek az életét éled, és én kinek az életét élem? Tehát én egy olyat kezdtem el egyedülállóan a bolygón, amit senki ezen a bolygón nem csinált előtte se. Azóta annak a mintának alapján a PPH-sok közül egy páran, akik csinálják, nem páran, ugye, de a bolygó légszámához képest páran, elkezdték csinálni. Tehát akik csinálják azt, amit én csinálok, szerintem nem találsz a bolygón még egy olyan területet, amit olyan kevesen csinálnak. Világos ez? Tehát akkor az azt jelenti, hogy azok a személyek, akik olyat csinálnak, amit nagyon sokan csinálnak, akkor azt azért csinálják, mert más is csinálja, nem? Tehát nem sok ötlet kellett hozzá, hogy az ember azt elkezdje, nem? Nem sokat kellett gondolkodni rajta, hogy vajon mit csinálja. Nem? Mert fogta az ember, azt mondta, hát tudtam én, villanyt fogok szerelni. Nem mennyi villanyszerelő van a világban? Csak most mondtam valamit. Persze, én is így választottam szakmát, nehogy azt hitt, hogy nem. De az a 70-es években volt, nem 2000 után. Érted? Most nem a 70-es években vagyunk már, hanem 2000 után vagyunk. Sőt, 2010 után, lassan 2020 után vagyunk. Ahol az embernek egy kicsit szélesebb látókörűnek kéne lenni, mint mondjuk 1970-es években. Érted? Ahol benne voltunk egy szocializmusban, ahol azt sem tudtuk, mi az, hogy emberi fejlődés, ahol egy könyvet nem találtál olyanról, hogy emberi fejlődés. Érted? Ahol olyan tanítás, hogy lélek, nem is létezett. Lehet, hogy volt, de jó, el volt dugva. De itt Magyarországon nem volt. Lehet, hogy külföldön volt, de itthon nem. Tehát most már egy másabb világot élünk, nem? Egy olyan világot élünk, ahol sokkal szélesebb látó szöggel nézhetsz a világra, mint akkor ilyen szűk látószöggel.
csak az emberek mégis azt csinálják, mint a többiek, nem? Miért a legtöbb ember az fogja, és meghatározott időben megy dolgozni, nem? Miért nem ezt csinálja? Ha ma Magyarországon a dolgozóknak a nagy része azt csinálja, hogy meghatározott időben megy dolgozni, nem? Ez lehet reggel, vagy délelőtt, vagy délután, de meghatározott időben. És akkor van egy kis százalék, amelyik önmaga ossza be az idejét, és akkor dolgozik, amikor akar. Ez egy kis százalék. De ebből a kis százalékból egy még kisebb százalék, inkább azt mondom, egy előnyésző százalék, amely új dolgot csinál a világban. Ami olyat csinál, amit más nem. Érted? Most gondolj bele, ha amitől én mondjuk te villanyszerelő vagy, most ha már az előbb arról beszéltem, de bármilyen szakmát nézhetsz magaddal kapcsolatban, amit éppen végzel, vagy végezte, ha te villanyszerelő vagy, akkor neked nincs konkurenciád véletlenül. Hogy ne lenne. Ami azt jelenti, hogy meg kell küzdeni a konkurenciával, nem? Tehát úgy legyen munkád. Vagy ha valahol alkalmazottként úgy dolgozol, hogy valami gyárba, akkor ott, abban a gyárban. Tudni, hogy be vagy betonozva. És tudni, hogy ameddig nem mész nyugdíjba, addig te ott dolgozhatsz. Figyelj, nekem még volt egy olyan nagybátyám, amelyik kiárta a hentes szakmát, ugye elvégezte a hentes szakmát, utána elhelyezkedett a Vágóhídra, és onnan ment nyugdíjba. Annak idején a szocializmusban. Akkor még volt ilyen, de most már nincs. Tehát egy olyan világban élünk, ahol egy kicsit a világ dolgaira, de olyan dolgaira, ami javít az életen, arra nagyobb rálátással kellene ránézni. És nem úgy élni, mint ahogy a többiek élnek. Na most itt van nekünk egy tevékenységünk. Ennek a tevékenységnek ugye van egy érdekes célja. Na itt vagyunk, hogy mit csinálunk. Tudást juttatunk el az emberek számára. Sőt, eltitkolt tudást juttatunk el az emberek számára. Emberek elől eltitkolt tudást oldunk fel és juttatunk el az emberek számára. Olyan eltitkolt tudást, tudásokat, amely azért volt eltitkolva, hogy az emberek ne tudjanak boldogulni. Sőt, annyira afelé halad az egész világ, hogy egyre kevesebb olyan tudáshoz jussanak emberek, amit az életükben hasznosítani tudnak azokon a területeken, amit az imént láttatok. Tehát eltitkolják az emberek elől szándékosan az olyan tudást, amit azon a 10 területen lehet használni. És erre nekem azt mondták, kik? Kik mondták? Hála Istennek volt egy olyan nagymamám, aki nevelt, akivel többet töltöttem időt, mint a szüleimmel. Hála Istennek ez így alakult, aki hitt egy felsőbb rendű lényben. Ezt ő úgy nevezte, hogy Isten. Tehát az, hogy Isten kérdés, felsőbb rendű lény kérdés, az számomra soha nem volt kérdés, mióta az eszemet tudom. A szüleimnél ez már nem volt ennyire egyértelmű, mert azt apám az teljes Isten tagadó, anyám meg ilyen
ingadozó. Egyébként a nagymamám az az apai nagymamáról van szó. Tehát érdekes, hogy a nagymamám az Isten hívő, a fia az meg Isten tagadó, nem érdekes? Na mindegy, ugye senki nem lehet profét a saját hazájában. Tehát lényeg az, hogy ugye én bennem mindig volt egy olyan dolog, hogy létezik olyan, hogy Isten. A meglepetés ugye az volt csak, hogy nem olyan van, hogy Isten, hanem olyan van, hogy Istenek. Sőt, mondhatjuk azt, hogy én Istenem. Miért? Hát nagyon egyszerű. Itt van a mi nyelvünk. Nem tudom más nyelveken ezt hogy mondják, de egy magyar, amikor hirtelen megijed, vagy hirtelen nem tud valamit, akkor azt a felkiáltást mondja, hogy Istenem! Meg ilyet, hogy ja Istenem! Ki az, aki már mondott ilyet? Ki az, aki még sosem mondott ilyet? Jó, akkor mindenki mondott, oké? Na most, tehát nem azt mondtad, hogy Istenünk, hanem Istened, nem? Tehát az Istenem, azt mondtad, tehát az a te Istened, nem? Hát mi nem azt mondod, hogy ja Istenünk? Hanem azt mondjuk. Amiből rá kellett jönnöm kis sugallatra, hogy hát én nekem van saját. És akkor így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy hát attól, hogy nekem bármit is tanítottak, nekem melyik a jobb? Az a jobb, hogy mindenkinek van egy közös Istene, amire úgy mondhatnánk, hogy Istenünk, vagy van sajátunk. És úgy gondolkoztam, és akkor rájöttem arra, hogy hát, ha csak egy Isten lenne, akkor lehet hozzá fohászkodni, hát mikor kerülök sorra. És vajon a rangsorba hanyadik vagyok? Tehát kinek fog segíteni éppen? De van sajátom, akkor én fordulhatok a sajátomhoz. És akkor ugye megkérdeztem magamtól, hogy hát melyik a jobb nekem? Hogy van egy közös mindnyájunknak. És akkor valahol hátul kullogok a sorba, a teljesítés szempontjából, amikor a kívánságomat teljesíti, vagy fordulok ahhoz, amelyik az enyém. Hát ugye számomra egyértelmű volt a válasz, bár sok bigott számára nem biztos, hogy egyértelmű. Ezért, ugye onnantól kezdve, már nem csak azt mondtam, hogy Istenem, úgy önkéntelenül, hanem tudatosan. És szó szerint elkezdtem az Istenemhez fordulni. Szó szerint. Ez a felismerés egy templomba ücsörgéskor ütött meg. És lényeg az, hogy azóta nekem az én fejemben ez a gondolat, hogy Istenem. Majd ez az én Istenem egy idő után, amikor elkezdtem hinni benne, az én Istenemben hinni, akkor ő hozzám fordult. Szó szerint. Igaz, hogy álmomba, de akkor is hozzám fordult. És azt mondta nekem, hogy neked a feladatod a szervezeteddel együtt, közösen létrehozni ezen a bolygón az aranykort. És akkor azt is elmondta, hogy miért. És ugye ezért tudom ezt így pontosan, hogy hogy volt, mint volt, mert felébredtem utána. És
ugye tudjuk, hogy az álomra emlékszik az ember, mikor fölébred. Hát ez nem most volt, kár, hogy nem írtam föl a dátumát. Jó rég, de már ebben a században volt. És lényeg az, hogy elkezdtem ezt komolyan venni, ezt az üzenetet. És mi azzal foglalkozunk, hogy átadjuk azt, azokat az ismereteket az emberek számára, ami szó szerint el van titkolva. Vagy ha nincs eltitkolva, akkor nagyon kevesen tudnak hozzájutni, mert nagyon sokba kerül. Tehát magyarul a tudásból üzletet csináltak sokan a Földön. Ami azt jelenti, hogy úgy adnak át tudást, hogy a gatyádat levetköztetik rólad. Érted, hogy ki tud fizetni azt a díjat? Na most ugye én azt is megkaptam, hogy ezt olyan módon és olyan áron kell fizetni, hogy ez bárki hozzá tudja jutni. Sőt, azt is megkaptam, hogy díjmentes részt is csinálnom kell. Tehát el lett indítva egy olyan egyedülálló dolog a bolygón, amihez lehet csatlakozni, mert egyedül nem tudjuk megcsinálni. Sőt, ennyien se tudjuk megcsinálni, amennyien összességében már vagyunk. De pedig a legnagyobb spirituális közösség vagyunk Magyarországon. A közösség nem azt jelenti, hogy időnként összejárnak emberek, hanem a közösség azt jelenti, hogy rendszeresen azok a személyek összejárnak. Tehát ugyanazok a személyek összejárnak. Tehát rendszeresen. Ugye hetente, szerdánként és vasárnaponként vannak a képzések. Szerdán este 6-kor kezdődik, vasárnap pedig 3 órakor kezdődik délután. És ezek a képzések 3 és 4 órásak, egy szünet van közte, egy 20 perces. És ezeken a képzéseken az első részben eltérő képzések vannak. A második rész az kifejezetten módszerek. Az első rész inkább olyan szintű tudás, amilyen szemfelnyitó ismeretek. És ezeket a képzéseket igénybe lehet venni a helyszínen, igénybe lehet venni élőben az interneten keresztül, a világ bármely pontján, és felvételről is. Az internetes igénybevétel, tehát az élő adás, az megy tévén és rádión, és ugyanígy a felvétel is tévén is, rádió, tehát videó, illetve hanganyag formájában hozzáférhető azok számára, akik itt tanulnak. Vannak, akik csak a díjmentes nézik, vannak, akik viszont komolyabban veszik a dolgokat, mert a módszereket is el akarják sajátítani. Ugyanis az életben nincs változás módszerek nélkül. Nincs változás. Tehát ha nincsenek az embernek módszerei, akkor szeretne változni, és azt is gondolja, hogy ő már mennyit változott, csak nem fog. Akkor még egy feltétele van, ugye annak, hogy az ember változzon. Hát az, hogy legyenek olyan dolgokban is megélései, amit nem ő él meg saját maga. Most mondok egy példát, jó? Tételezzük fel, mondjuk olyan dolgokat csináltál az életedben, hát amire nem vagy büszke. Érted? Mondjuk olyan személyekkel szemben csináltad ezt,
vagy személlyel szemben csináltad ezt, akinek már nem tudsz viszonozni. Na akkor kérdezem, hogy fogsz viszonozni? Tehát hogy fogod, nem is viszonozni, bocs, hogy fogod jóvá tenni azt, amit csináltál? Hát még egyszer, hogy mindenki értse. Tehát csináltál olyan dolgokat az életedben, amire nem vagy büszke. Oké? Beleértve a mulasztásokat is, mert arra se büszke az ember, amit elmulasztott. És azokat a dolgokat, amit elkövettél, vagy elmulasztottál, azt jóvá kellene tenni. Miért? Hogy értsed. Mert ha nem teszed jóvá, akkor addig bűnhődsz, míg nem teszed jóvá. Nem a következő életedben, ebben. Na, akkor nézzük tovább. Mi az, hogy bűnhődés? Mert ezt se értitek. Például az a bűnhődés, hogy nincs energiád. Érted? Ha állandóan fáradt vagy, vagy állandóan rossz kedvű vagy, vagy nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene. Érted? Na ez a bűnhődés. Tehát szenvedsz valamilyen formában. Világos ez? Tehát nem jól érzed magad a bőrödben, hanem szenvedsz valamilyen formában. Na most, ha megnézed az embereket, akik állandóan nyaralni járnak, meg alig várnak, hogy kimozdulj, alig várnak arra, hogy kimozduljanak a saját lakásukból, mert azt hiszik, hogy nekik az a jólét, hogyha akkor érzik jól magukat, hogyha szórakoztatják őket, az azért mozdul ki, mert szenved a saját bőrében. Érted? Tehát nem érzi jól magát a saját bőrében. Ez a bűnhődés. És addig bűnhődik az illető, míg az ártó tetteit nem teszi jóvá. Vagy a mulasztásait nem teszi jóvá. Na akkor kérdezem én. Hogy tudják az emberek ezt jóvá tenni? Most gondolj bele, gyerekkorodtól hány olyan cselekvést csináltál, amire nem vagy büszke. És már lehet, hogy nem is él ez a személy, akinél elkövetted azt, amire nem vagy büszke. Aha, hogy teszed jóvá? Ezért erre van egy feloldozó szabály. Az emberek ezt se tudják. Az, hogy úgy tudod jóvá tenni egy cselekvésedet, ha már az illetőnek nem tudod jóvá tenni. Egyébként nem tudom, hogy a jóvá tétel, például egy személlyel szemben, annak mindig nagyobbnak kell lenni, mint az elkövetett bűnnek. Tudtátok ezt? Ha nem tudtátok, akkor most már tudjátok. Hát akik itt vannak és tanulták, azok tudják. Na most onnantól kezdve, ezt a jóvátételt hogy teszed meg, ha az a személy már nem létezik, vagy nem lehető föl? Na ezért a feloldozás azt jelenti, a feloldozó jóvátétel azt jelenti, hogy tanítod embereknek azt, hogy hogy csinálják jól, amit te rosszul csináltál. Nem tudom, elég világos voltam-e. Vagy tanítod embereknek azt, hogy azt nem mulasszák el, amit te elmulasztottál. Világos ez? Na most akkor kérdezem én, kiknek fogod tanítani? Tehát egy földi ember, minden ember a bolygón egy dologban azonos küldetéssel született.
meg kell neki valamit nagyon jól tanulnia, nagyon jól kell csinálnia, és képesnek kell lennie arra, hogy tanítsa. Mindenki ezért született erre a bolygóra. Tehát képesnek kell lennie arra, hogy a tudását átadja másnak. Na jó, de ezt csak úgy kitérőként mondom, kérdezem azt, hogy saját csapat nélkül, hogy fogod a feloldozó jóvátételt megtenni? Tehát az azt jelenti, hogy az egész életedben szenvedni akarsz? Mert addig, míg nincs feloldozó jóvátétel, szenvedés van. Hát eleve ott kezdődik a dolog, hogy a legtöbb ember még azt se tudja, hogy milyen ártótetteket követett el. Mert az egója nem engedi, hogy ártótettnek elkönyvelje a cselekvését. Mert fogja, és az ártótettére rögtön magyarázatot talál, hogy én azért csináltam, mert az ilyen gazdja úr hitvány egyfajzat, stb. És megérdemelte, hogy tettem. Nincs olyan, hogy valaki megérdemli, hogy ártsál neki. Ilyen nincs. Persze, hogy van, de ha te ilyet teszel, akkor ez részedről ártótett. Még akkor is, ha neked valaki ártott, és ártással viszonzol, bocs, ártótett. Tudtad? Hát ha nem tudtad, akkor most már tudod. Úgy kell élni az életedet, hogy ne tudjanak ártani. Világos ez? Lehet így élni. Ezt úgy hívják, hogy van erre egy kifejezés, most hirtelen nem jut eszembe. Jó, igen, megvan egy igaz embernek nem lehet ártani. Eszembe jutott. Az első, az igaz szó nem jutott eszembe az imént, de már megjött. Egy igaz embernek nem lehet ártani. Világos ez? Tehát úgy kell élni az életét az embernek, hogy igaz emberré váljon. Nem gaz emberré, hanem igaz emberré. De az igaz ember az mihez kapcsolódik? Az igazsághoz és az igazság érzethez. Világos ez? Tehát, hogy csak tisztázzuk ezt a fogalmat. Ránéztem az órára, és túl vagyunk az időn. Pont mikor belelendültünk. No, hát ennyi fér bele az első részbe. Hogy kerülhetsz bele ebbe a közösségbe, nézz utána a weboldalunkon. Illetve, hogy kapod meg a módszereket, az is ott van a weboldalon, de lehet kérdésed nyugodtan a meghívotthoz, vagy a vezetődhöz, vagy az igazgatódhoz, semmi gond nincs ezzel, vagy ha nem tudom, kik ők, akkor sincs semmi gond, mert a weboldalunkon megnézed az irodai elérhetőséget, és ott megkapod az illetékes szemét, akihez fordulhatsz, nyilván annak az elérhetőségét. Tehát lényeg az, hogy várunk benneteket szeretettel, mert óriási dolgot kell megtenni. Létre kell hozni a bolygón az aranykort. Az aranykor pedig csak akkor jön létre, hogy az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni egymással. És ehhez az kell, hogy legalább a hatodik lelki szintre feljussanak az emberek. Az pedig nem megy a hármas, négyes és az ötös lelki szint megélése nélkül. Ami annyit jelent,
hogy a valahova tartozás lelki szintjét megélheti az, aki csatlakozik egy közösséghez. De csapat nélkül nincs negyedik, nincs ötödik lelki szint, hatodikról nem is beszélve. Ami azt jelenti, hogy csak azok a személyek kerülhetnek be az aranykorba, akik feljutnak a hatodik lelki szintre. De az még nem azt jelenti, hogy találkozhatunk Isten országával. Mert Isten országa az a hetedik lelki szint után következhet be. Ami azt jelenti, hogy az aranykorban tudunk felfejlődni tömegesen arra a szintre, hogy a hatodikból átlépjünk a hetedik lelki szintre. Na most, ha ez nem valósul meg, akkor egy bizonyos ok miatt, erről én beszéltem már itt a díjmentesben többször, sajnos az az utolsó dolog, amit akarnak csinálni, hogy egyszerűen eltörlik a Földet a naprendszerből. Tehát eltörlik a Földet a naprendszerből. Tehát nem lesz a jövőben olyan akkor, hogy Föld, ilyen bolygó. Úgyhogy építhetnek bunkert azok, akik ilyentől félnek. Bunkerostúl minden is túl törlik el. Azokat a lelkeket, akik megérdemlik, azokat átviszik egy másik bolygóra. Azokat, akik meg nem érdemlik meg, azokat deportálják egy külső bolygóra. Egy olyan külső bolygóra, ami hasonlít a Földhöz, csak sokkal kijebb van az univerzum szélén. És kezdhetik ismét kőkorszaki körülmények között a reinkarnációs folyamatot. De nem 80 évenként, mert ugye ahhoz kell egy fejlettség, egy szellemi fejlettség, hogy az ember mondjuk éljen 80 évet. Tehát ugye a múltban, amikor még a tüzet se tudták használni, akkor jó, ha éltek 30 évig az emberek. Tehát lényeg az, hogy ennek egy meghatározott időtartama van, hogy mikorra kell megvalósulni. Erre van 15 évünk. De ha jobban megnézed, ha te lennél azon a poszton, amin a felsőbbrendű lények vannak, mondjuk a bolygó felső urai, és most ne azt a 13 családot nézd, aki a látszólag a bolygóra, mert nem erről szól a történet, hanem a naprendszerünk urairól szól a történet, és hölgyeiről. Szóval a lényeg az, hogy ha őket megnézzük, ha te lennél az ő helyükbe, meddig hagynád, hogy ez az emberiség ilyen formában létezzen? Úgyhogy legyünk hálásak, hogy még itt lehetünk. Mert ugyanis ennek az emberiségnek az ideje 2012. december 22-ben járt le. Ott volt a hivatalos világvég, de szó szerint értsétek, csak ez azért nem lett világvége, mert sok olyan ember van, aki elindulhat, és el is fog indulni a szellemi fejlődés útján, és ebben nekünk a legnagyobb szerepünk van a bolygón, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy ebben a partnerségben várlak benneteket szeretettel. Juttassuk el az emberiség számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, hogy mint átmeneti kor, aranykor lehessen ezen a bolygón,
és az átmeneti kor után pedig végre betölthessük azt a szerepet, amit a lelkünk eredendően betöltött, az isteni szerepet. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jó tanulást kívánok mindenkinek, és szép vasárnapot. 20 perc szünet után pénzteremtő coach képzésünk lesz. Szeretlek benneteket, sziasztok!